Jó napot kívánok! A Tolnatáj Televízió megyei híradóját látják a mögöttünk álló hét legfontosabb híreivel. Megemlékezéseket és díjátadásokat tartottak október 23-a tiszteletére a megye több településén. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Dombóváron arról beszélt, kevés olyan család él Magyarországon, aki valamilyen módon nem érintett az 56-os eseményekben. Megyei körképünk következik. Bonyhádon az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából zajlott megemlékezés keretében idén is átadták a Boros Dezső díjat. A képviselőtestület Gulyás Péter testnevelőedzőnek adományozott, több évtizedes pedagógusi munkája, oktató-nevelő tevékenysége, a sport iránti elkötelezettsége és diákjaival elért kimagasló eredményei elismeréséül. A Vörösmarty Mihály Művelődési Központban Fehérvári Tamás, a Tolna megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke mondott beszédet. 56 nem csak atyáink története, hanem a nemzet egészéjé. Arról szól, hogy a lelkünkbe táplált szabadságvágy miként tör a felszínre. Arról szól, hogy a félelem nem volt és nem is lesz ura e népnek. Van nekünk egy zászlónk, mit nem tépednek szét. A színek maradnak, akármilyen a szél. Dombóváron az Apáczai Csere János szakközépiskolában tartott megemlékezésen Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár, a térség országgyűlési képviselője rövid történelmi áttekintés után elmondta, kevés olyan család van ma, aki valahogy ne lett volna érintett a forradalomban. Sokaknak el kellett hagyniuk a hazájukat, rájuk is emlékezni kell ilyenkor. Valamint azokra is, akik köztünk éltek. Potápi Árpád János elmondta, nagyon sokat kell még tenni azért, hogy a Tolna megyei forradalmi történéseket megismerjék, főként az ifjú generáció tagjai. A jelentősebb események akkor túlnyomó részt Bonyhádon történtek. Bonyhádnak két 56-os hőse van, Szakács Jenő, illetve Domokos Piusz személyében. Szakács Jenő a mecseki harcokban esett el, Domokos Piusz pedig Budapesten november 4-én vagy 5-én, de hogyha 56-ról beszélünk, akkor a Nagykonyiban született, 1923. január 1-én született Tamási Lajosra is kell emlékeznünk, aki az egyik leghíresebb 56-os verset írta a Piros a vér a Pesti utcán. Pakson az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségen délután a Városháza előtti téren Bana János alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd a politikai pártok, a civil szervezetek, intézményvezetők megkoszorúzták az emlékművet. Este a Csengei Kulturális Központban folytatódott az ünnepség, ahol a tehetséges paksi fiatalokért alapítvány idei díjazottjait jutalmazták, valamint Pro Urbe díjat vehetett át Faller Dezső. Az ünnepi szónok Szabó Péter polgármester megemlékező szavaid Gyarmati Dezső háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó gondolataival kezdte, a példaképek arra szolgálnak, hogy kijelöljék az utat, és megmutassák a célt, amiért küzdened és dolgoznod kell. A hőseiből, tanúiból még jó néhányan itt élnek közöttünk. Családjainkban szüleink, vagy nagyszüleink élőszóban tudnak beszélni az 50-es évek borzalmairól. Bátaszéken a Mansfeldkopjafánál az emléktáblánál történő koszorúzást megelőzően a Városháza előtt gyülekeztek az emlékezők. Ezúttal a II. Géza gimnázium tanára Péter Albert volt a vezérszónok, aki azután, hogy az akkori világpolitika legnagyobbjainak szavait idézte a magyar forradalomról és szabadságharcról, nevén nevezte Bátaszék legendás 56-os hőseit. A tüntetők a községi tanács vezetőinek távozását követelték, és a településen a közrend fenntartására létrehozták a Bátaszéki Nemzeti Bizottságot, melynek tagjai Kereszté Gyula, Lassú Jenő, Novák János, Péter Ambrus, Tölgyesi Gáspár és Várda Árpád voltak. Tolnán a helyi Szent István Katolikus Gimnázium diákjainak Oly távol messze vagy hazám című zenés színpadi darabjával emlékeztek az október 23-ai forradalomra. A fiatalok az esemény után külföldre emigráltak, honvágyát, a szülőháztól való erőszakos elszakítás élményét mutatták be a nézőknek. Október 23-ának egyetlen üzenete van, az pedig a szabadság győzelme, mondta beszédében Apászhofer Ágnes polgármester. A szabadság győzelme a vereségben.
Amikor október 23-án az egyetemisták Pesten az utcára vonultak, nagyon gyorsan kiderült, hogy a rendszer, amelyet a hazugság és az erőszak drótozott össze, a szabadság és a bátorság előtt kártyavárként omlik le. Nagymányokon évek óta a művelődési ház otthont az október 23-i megemlékezésnek. Idén az általános iskola diákjai adtak műsort, az ünnepségen Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet. Kalbél a polgármester elmondta, az 56-os forradalmi események Nagymányokot a harcok szempontjából nem érintették, az eseménynek azonban, mint az egész országban, itt is hatása volt, és kell, hogy legyen a mai időben is. Én ugyan 56-ba születtem, de pap gyerekként is azért az 56-os utózöngék igencsak érintettek bennünket, így mondhatom, és a bennünket nem csak családra vonatkozik, hanem mindazokra vonatkozik, akiket az akkori politika, hogy úgy mondjam, megérintett, és vannak emlékeim. Tehát én úgy gondolom, hogy igenis sokat kell, hogy mondjon a mai fiataloknak, és úgy azt is gondolom, hogy ennek az emléke nem hanyagolható. Dunaföldváron a Városi Művelődési Házban gyűlt össze az ünneplő tömeg, ahol a Magyar László Gimnázium 10. évfolyamos diákjai adtak ünnepi műsort. Horváth Zsolt polgármester köszöntőjében időutazásra hívta a megjelenteket, kiemelve, vajon a ma embere mit tenne, hogyan gondolkodna 56-os körülmények között. Bibó István szellemi örökségét, a szabadság és a félelem gondolatait hívta segítségül. Az ünnepséget követően Dunaföldváron elhelyezték a megemlékezés koszorúit a Városháza falán lévő emléktáblánál. Hála és a köszönet, meg a főhajtás, az tényleg azoknak az emberek, akik október 23-án elmentek, majd utána ezekben a harcokban az életüket adták, vagy szabadságukat, azok tényleg megérdemelnek tőlünk mindig egy főhajtást, de nem csak azt szeretném még felhívni a figyelmet, hogy nem csak egy nap, talán egész életünkben. 7 új munkahely jött létre az alig 600 fős Észak-Tolna megyei NAKON az új agrárlogisztikai központnak köszönhetően. A szárító és előfeldolgozó üzemben tökmaggal foglalkoznak majd a szakemberek, amit elsősorban az élelmiszer és a gyógyszeripar számára értékesítenek tovább. A tulajdonosok célja, hogy az agrárlogisztikai központ rövid időn belül igazi termelőüzemmé váljon, ahol például tökmagolajat is lehet sajtolni. Már dolgozik a szárítógép az Észak-Tolna megyei NAK új agrárlogisztikai központjában. A tökmag előfeldolgozására, szárítására és tárolására alkalmas üzemet a régi TS iroda épületében alakították ki. A vállalkozás ügyvezetője azt mondja, a helyben termelt és szárított tökmagra már most rengeteg megrendelésük van, elsősorban az élelmiszeripar részéről. Egy olyan beruházást valósítunk meg, amivel egy egyszerű termék, ből egy magasabb hozzáadott értékű terméket tudunk előállítani, és úgy gondolom a piac ma erre fogékony, és lehet vele foglalkozni. Az üzem többségi tulajdonosa a helyi önkormányzat és az itt dolgozók is a településről kerültek ki. A beruházás ezért nem csak jelentős helyi adóbevételt hoz a falunak, de az alig 600 fős NAKON 7 új munkahely is létrejöhet, ami a polgármester szerint jelentős eredmény. Fontos, hogy minél több embert helyben tartsunk, és ez nem megy egyébként, mint a helyi munkahelyeknek a megteremtésével. Ez egy kiváló alkalom. Terveink szerint ebben az üzemben egy 5-7 főnek tudunk első körben munkát biztosítani, ezáltal itt tartani őket. Az agrárlogisztikai központ a Tolna megyei önkormányzat által irányított TOP program 110 millió forintos támogatásával épült meg. A megyei önkormányzat elnöke szerint a Tolna megyének így jutó 27,5 milliárd forint azt a célt szolgálja, hogy a települések erősödjenek gazdaságilag, és hogy a helyiek ne akarjanak elvándorolni még a kis falvakból sem. Ezek az igazi megtartó erők a vidéken, tehát hogyha egy ilyen kis településen megtelepedik egy ilyen mezőgazdasággal foglalkozó ipari vállalkozás, az nyilván itt fog munkaerőt keresni, itt talál a környéke munkaerőt, itt termelteti meg a magot, és itt fogja dobozolni lényegében a kész terméket. A NAKI agrárlogisztikai központot a jövőben tovább bővítik. A cél, hogy a tökmagot helyben sajtolják és olajat készítsenek belőle, valamint, hogy az étkezési tökmagot is itt zacskózzák be.
Exkluzív étterem és szálloda nyitotta meg kapuit Domboriban, a Holduna partján. A komplexumban strand, pezsgőfürdő, medence, szauna, 6 apartmanház és 11 egyedi megjelenésű szoba várja a vendégeket. A hotel megnyitóján többek között Süli János tárcanélküli miniszter üdvözölte a beruházást, és beszédében a vállalkozói bizalom fontosságát emelte ki. 1996-ban vásárolta meg Varga József és felesége ezt a területet, majd 98-ban nyitott meg a Dombori Beach a vendégek előtt. A mostani természetközeli, modern kialakítású környezet és hotel ma már semmiben nem hasonlít korábbi elődjére. Pénteken délután ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a Donautica étterem és hotel. A komplexum egy olyan piaci rést tölt be működésével, ami hosszú távra meghatározó szereplőjévé teszi a környék idegenforgalmának. A hotel és étterem megnyitóján Varga József tulajdonos köszöntőjében kiemelte, mindig is fontos szerepet játszott életében a Duna és a Holt Duna. Aki szereti a természetet, aki jót akar enni, aki jól akarja érezni magát, mert ez egy igényes környezet, és aki igényes is, mert az a helyzet, hogy... Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon extravagáns és szép hely. Annyit mondott a barátom, hogy Józsi, ez teljesen mindegy, hogy Londonba, Párizsba, New Yorkba vagy Shanghaiba van, ez a világon mindenhol megállja a helyét. Süli János tárca nélküli miniszter is köszöntötte a megjelenteket, hangsúlyozva a vállalkozói bizalmat, hiszen 8500 fő munkavállalót várnak a Paks 2 fejlesztés kapcsán, akiknek a kikapcsolódását szolgálhatja adott esetben a hotel. Ez a bizalom azt szolgálja, hogy ő majd itt vendégül szeretné látni az építkezésen dolgozó műszaki állományt, családostól egyéb. Ezt értettem rajta, ez egy szép hely. Itt el lehet tölteni szép környezetben, kinézünk az ablakon, látjuk a Holdunát, ami az egyik legjobban karba tartott magyarországi Holduna. A komplexumban 6 apartman és 11 szoba várja a pihenni vágyókat. Minden szoba külön belső dizájnnal rendelkezik, így nincs két egyforma a hotelben. Ezen kívül külön homokos strand, medence, pezsgőmedence, szauna áll a vendégek rendelkezésére, de rengeteg vízi és egyéb sportlehetőséget is kínál a hotel, aminek látványkonyhás étterme nem csak a szálló vendégeket várja az év minden napján. Önkormányzati forrásból megújulnak Paks közterületei, a napokban sor került 4 munkaterület átadására, így közel 100 millió forintból új aszfaltot kap a Táncsics köz, a Nyárfa, a Bocskai és az Alkotmány utca egy-egy szakasza. Jövő nyárig ezeken kívül több nagy forgalmú út kap új burkolatot Pakson. Akkor majd azt ad tovább Attila is. Jó. Mondjuk ezt adhatom, mert ezen már. A paksi polgármesteri hivatalban épp egyeztetnek a szakemberek. A közműszolgáltatók, a kivitelező, az önkormányzat által megbízott műszaki ellenőr és a hivatal érintett szakemberei tartottak tanácskozást a munkaterület átadása előtt. Pakson 4 utcában kezdik meg a közterület felújítását. A Táncsics köz, a Nyárfa utca 6-os út felüli vége, a Bocskai utcának és az Alkotmány utcának egy-egy szakasza kap új burkolatot. A munkák műszaki tartalma tulajdonképpen a burkolat, az aszfaltburkolat, illetve betonburkolat felújítása aszfaltburkolata, és a hozzá kapcsolódó járulékos munkák, aknafedlapok cseréje, szintbeemelése, tehát szegélycserék, tehát ilyen útépítési munkákat tartalmaz ez a beruházás. A napokban meg is kezdődtek a kivitelezési munkák, melyek november 30-áig be is fejeződnek, és melyet az önkormányzat saját költségvetéséből valósít meg, mintegy 96 millió forintból. A közeljövőben több nagyforgalmi út kap még új burkolatot Pakson. Már a buszsofőrök sem szerettek végigmenni Kaposszegcsőtől Jágónakon keresztül Tolna és Baranya megye határáig, annyira járhatatlan, rossz minőségű volt az út, ám most 346 millió forintnyi topforrásból megújult ez az útszakasz is, mintegy 6 kilométeren. Tolna megyében hazai és uniós forrásból összesen 20 útszakaszt újítanak fel, aminek 70-80%-a már elkészült. Könnyedén hajt át a felújított úton ez az autós Jágónak főutcáján. A fejlesztésre a helyiek régóta vártak már. A több mint 30 éves járhatatlan rossz minőségű utakra sokat panaszkodtak a sofőrök, különösen az autóbuszvezetők, mondja Jágónak polgármestere. Nagyon örülünk neki, nagyon rossz minőségű, úgymond már járhatatlanok voltak az útjaink. Nagyon sokszor jelezték a volántól, hogy
hát nem nagyon jó szándékkal szeretnék beengedni a buszaikat. A Kaposszeg Csöti Jágónakot és Meződöt összekötő út egészen Baranya és Tolna megye határáig újult meg a településfejlesztési operatív programból elnyert 346 millió forintból. Országos szinten a Magyar Közút Nonprofit ZRT több mint 529 kilométer új utat újít teljes körűen fel. Ez a burkolatokat, patkátokat, vízelvezetőket jelenti. Ez az út is gyakorlatilag teljes körűen fel lett újítva, Tolna megyei szakasza, ami 6,2 kilométer, illetve az út tartalmaz egy hidat, a Sáradi patakon a lévő hidat, az is teljes körűen felújításra került. Tolna megyébe 27,5 milliárd forintnyi topforrás érkezik. A projekteknek zöld utat adó Tolna megyei önkormányzat elnöke azt emelte ki, a megyét járva úgy tapasztalják, jó helyre kerültek a források. Hiszen mindenki a köszönet hangján, a dicséret hangján, vagy pedig a kicsit morózusabbak azt mondják, ugye megmondtam, hogy ezt kellett csinálni, és egyébként akkor rájöttünk, hogy tényleg ezt már nagyon régóta, nagyon sokan szeretnék a településen végrehajtani, csak igazán nem volt rá forrás mostban. Tolna megyében hazai és uniós forrásból összesen 51 kilométernyi út újul meg. A fejlesztések 70-80%-a már elkészült. Tolna megyében egyébként megközelítőleg 1100 kilométernyi út van. Teljesen megújult Tolnán az ország legnagyobb dunai holtágának partján található kajakkenu bázis, a helyi tömeg és a versenysportban is kiemelt szerepet betöltő egyesület 38 millió forintot költhet a létesítmény fejlesztésére egy pályázatnak köszönhetően. A beruházás így a város költségvetését egy forinttal sem terheli meg. A kajakkenu bázis így a második fejlesztés, ami a dunai holták partját érinti Tolnán. A város ugyanis korábban elnyert egy több 100 millió forintos fejlesztésre fordítható pályázatot, aminek köszönhetően a vízpartot és annak környezetét teljesen átalakítják. Most a kenubázissal kapcsolatban az önkormányzati képviselőknek csütörtöki testületi ülésen csupán arról kellett dönteniük, hogy hozzájárulnak-e a város jelentős sportfejlesztéséhez. Nincs annál jobb dolog, amikor fejlesztés van, és ez nekünk még pénzbe se kerül, úgyhogy nyilván örömmel teszünk az ilyeneknek eleget. Én azt gondolom, hogy mindig minden ilyen kérésnek elébe mentünk, és akár mi kerestük a megoldási lehetőségeket. Ugye ne felejtsük el, hogy ebben az évben ugyanott valamely önerőt kellett vállalni a sportpálya fejlesztésén, amit a Tolnai Football Club használ, de itt most ez teljes egészében a Tolnai Sport Egyesület, Kajakkenu Sport Egyesület megoldja. Tuját, kúszótuját, törzses rózsákat és levendulát ültettek a Bonyhád Börzsönyért Egyesület tagjai és a helyi lakosok a júniusban átadott felújított bonyhádi harangláb körüli területen. A parkosításhoz a város polgármestere is csatlakozott, aki levendula palántákkal és fűmaggal is hozzájárult a közösségi munkához. Szombaton kora reggeltől zajlott a munka a Bonyhád Börzsönyi harangláb körül. A felújított épületet idén júniusban adták át, most pedig a Bonyhád Börzsönyért Egyesület parkosítási programot szervezett. Amikor megépült a harangláb, akkor meleg nyár volt, és nem tudtunk ilyen csinálni, és úgy határoztunk, hogy ősszel, hogy tavaszra akkor már legyen szép fű, és legyenek fák, bokrok körülötte. 20 darab tuját, 9 kúszótuját és 10 darab törzses rózsát ültetnek első körben az egybegyűlt önkéntesek. Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere levendula palántákkal és a füvesítéshez szükséges fűmaggal járult hozzá munkája mellett a harangláb körüli terület rendbetételéhez. Újra bebizonyosodott, hogy egy jó célért tényleg érdemes összefogni, és van is kivel. Sokszor halljuk azt, hogy az embereket nem érdekli semmi, és magukba fordulva csak a saját problémáikkal foglalkoznak. Én azt vallom, hogy csak meg kell mutatni azt az irányt, amiért tényleg érdemes összefogni, és akkor arra van jó példa, mint ez a mai összefogás is. Szombaton a füvesítés és virágok, dísznövények ültetése késő délutánig tartott. A parkosítás ezzel nem ért véget, a Bonyhád Börzsönyért Egyesület a jövőben is várja az önkéntes segítőket. Megújult a csapadékvíz elvezetésben kult szerepet játszó faluárok Kakasdon. A beruházás mintegy 83 millió forintnyi topforrásból valósult meg. Az árokrendezés sok évtizedes probléma megoldását jelenti a Kakasdon élő emberek számára, így az eső kevesebb kárt okoz majd a településen. Közben a lapáttal bele kell lapáttal. A kakasdi óvodába járó gyerekek csöpögő esőben is lelkesen segítették elültetni a gyümölcsfákat a teljesen megújult árokparton.
Az eső eddig komoly gondot jelentett a településen élők számára. Főként azért, mert nagy mennyiségű csapadékvíz zúlott már rendre, az úton lefordul a rendre, és az elvezetésével mindig gond volt, mert vagy a medret vitt el, vagy pedig kicsapott és hozta a hordalékot, a partokat kimosta, és hát ezáltal egyrészt gyorsabb lefutású a víz, és kevesebb kárt okoz a lakóterületen belül. A faluárkot évekkel ezelőtt kezdték el helyreállítani. Most a felső 360 méteres szakasza újult meg. Erre 83 millió forintnyi forrás nyertek a településfejlesztési operatív programból. Amikor elkezdődött az első ütemterv 11-ben, akkor már mindenki azt hitte, hogy végig fogunk egyszer élni a falu végéig, tehát a úgynevezett csorgóri részig, de ez sajnos akkor anyagi ok miatt nem valósulhatott meg. Most sem értünk teljesen végig a második ütemtervvel, úgyhogy bízunk benne, hogy lesz majd még egy harmadik hamarosan, amivel teljesen megoldódhat ez a vízelvezetési probléma Kakasdon. Gábor Ferenc, a pénzeket elosztó megyei önkormányzat főjegyzője szerint jó ütemben haladnak a fejlesztések Kakasdon. Sorra valósulnak meg ugyanis az addig csak papíron létező beruházások, felújítások. Bármerre megyünk a megyében, mindenhol egy-egy fejlesztésbe botlunk, ezeknek nagyon örülünk. 90-100 fölöttiek a lekötött forrásaink, ezeknek a végrehajtása folyamatosan zajlik, és hát az zajlik, és az átadások is folyamatosak. A Tolna megyei önkormányzat első körben 27 milliárd forint topos forrást osztott ki 100 település között. A megyei híradót látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!